Miért járunk iskolába? Miért járunk iskolába? Hogy kibontakoztassuk önmagunkat. Hogy azzá legyünk, akik vagyunk. Ha tetszik, a belénk programozott lehetőségek szerint. Ez az úgynevezett individualista demokráciák óriási előnye az úgynevezett kollektivista államokkal szemben, fasizmus, bolsevizmus, fundamentalista egyházi államok, stb., hogy az egyént bontakoztatják ki, és miközben állandóan gyengébbnek mutatkoznak, mint a diktatúrák, végül is, mint a népmesében, lásd 20. század, mindig ők nyernek. A melegháborúkat és a hidegháborúkat kezdeti, a kezdeti habozások után ők nyerik meg. Miért? Mert az egyéni, az individuális képességeket bontakoztatják ki. És ahogy erre Hangis, Manhin, Füstös, Szakolcai nagy MTA kutatása, amely együttműködött a New York és a Harvard és egyetemekkel kimutatta, 50 évet vizsgálva, hogy a hatékony közösségek is, az igazi közösségek, az individualista demokráciákban fejlődnek ki, egyéni választás alapján, míg a diktatúrák azok nem hatékony, kényszer közösséget hoznak létre, és miközben képmutatóan mindig a közösségről papolnak, valójában a kapar kurta neked is jut etikája érvényesül bennünk. Tehát mi az, amit ki akarunk bontakoztatni egy emberből? Van neki individuuma? Egy időben azt mondták, nincs is énje az embernek. Csak egy kis ösztöngubanc, meg a külvilág parancsai, és a kettő közt kovácsolódik ki valami énszerűség. Végül is azok a pszichológusok és pszichiáterek, akik ezt kutatták, és ezt akarták bebizonyítani, hogy az embernek nincs énje, a tudományban viszonylag szokatlan módon az ellenkező eredményre jutottak. Mert ugye a tudós általában azt találja meg, amit keres. A tudós persze nem, az kiteszi magát a tényeknek. Az derül ki, hogy a megszületés pillanatától minden csecsemő sajátos én jegyeket mutat a külvilág hatásainak felfogásában és az arra adott reakciókban. De hát ezt tudhatnánk, hiszen az új lenyomatunk, akárhány milliárdnyian élünk a Földön, különbözik a rendőrség legnagyobb örömére, a DNS-ről nem is beszélve. Ha egyszer a DNS-ünk és az új lenyomatunk különbözik, akkor nyilvánvaló, hogy valami különbözik bennünk, ami ezeket megszabja. És akkor nevezhetjük ezt a hallhatatlan léleknek, vagy ha nem a hívők táborába tartozunk, akkor pedig annak a programnak, amely az egyéni, egyedi DNS kiépülését befolyásolja. És erről máig nem tudjuk, hogy pontosan micsoda. Tehát igen, van az embernek egy magával hozott énje, amelyet ki kellene bontakoztatni. És az úgynevezett alternatív iskolák, a Waldorf például, réges-rég, több mint 100 éve ez az irányzat, azt mondja, hogy ez a legfontosabb, hogy ezt kihozzuk az embernek, aki ő.